Szóval elköltünk 320 milliárdot, de mire is? Arra, hogy egy kínai gyár, kínai vendégmunkásokkal, külföldi piacra szállított akkumulátorokat gyártson, miközben tönkreteszik, megmérgezik a debreceniek levegőjét, ivóvizét, termőföldjét, de az életüket és a jövőjüket is. 320 milliárd a kínaiaknak, míg a tanárok fizetésemelése csak 270 milliárd forintba kerülne, erre nincs pénz. A kórházak adóssága nagyjából 30-40 milliárd forint, de annak a kifizetését sem sieti el a kormány láthatóan. Az Orbán infláció hatását, az áremeléseket és az élelmiszerdrágulást naponta tapasztalhatjuk, de az emberek támogatására még csak a szándék sincs meg a kormány részéről. Bezzeg a kínai állam kiszolgálására, arra bezzeg számolatlanul ömlik a pénz. Orbán nem csak a debrecenieket árult el, hanem az egész országot is, ő az, aki miatt rosszul élünk. Nincs még egy kormány, amely ennyire közömbös lenne a saját népe szenvedése iránt egy maga okozta válság közepén, és amíg Orbán van hatalmon, nincs is esély arra, hogy mindez megváltozzon. Ezért már az árnyék kormány maradt Magyarország egyetlen reménye arra, hogy az adófizetők pénzét tényleg jó helyre költsük. Államtitkár úr, kérdezem hát, árulja már el, hány kínai vendégmunkással számolnak valójában a debreceni gyárban? Hogy lehet az, hogy a kínai akkumulátorgyára van 320 milliárd, de az emberek támogatása rá az Orbán infláció okozta megélhetési válság közepén egyetlen fillért nem jut? Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.